Képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr, szeretnék inkább a témához visszakanyarodni, és mindenkit megköszönni ezt az értékes és nagyon fontos beszámolót. A Fidesz mindig is úgy gondolta, hogy a problémát, a konfliktust helyben kell megoldani, nem szabad azt Európába importálni. Magyarország ugyanakkor, ahogyan történelme során már sokszor bizonyította, szolidáris a bajba jutottakkal, ezért is nagyon fontos a Hungary Helps program, melynek egyik alaptézise a következőképpen hangzik: a világban jelenleg zajló migrációs válságot annak gyökerénél kell kezelni, a segítséget kell odavinni, nem pedig a bajt idehozni. Azaz, a kivált okokat kell megszüntetni, hogy az érintett népek békében és biztonságban élhessenek újra. Sajnos az EU vezetői ezt nem mindig így látják, ahogyan Juncker fogalmazott legutóbbi interjújában: Európában nyilvánvaló igény van a migrációra a következő évtizedekben, ezért lehetővé kell tennünk a legális utakat azoknak, akik jönni akarnak és jöhetnek. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az igény nem a magyar emberek részéről fogalmazódott meg, éppen ellenkezőleg, hogy azt a 2016-os népszavazás eredménye is bizonyította. A nemzeti konzultációra érkezett több mint 2 millió válasz kiértékelése után bízunk benne, hogy Brüsszelben is egyértelmű lesz, hogy a soros tervet nem fogják tudni Magyarországon végrehajtani. A beszámolót még egyszer köszönöm szépen.